Múlt héten szerdán jelentette be az Audi Hungária független szakszervezete az egyhetes sztrájkot. A munkabeszüntetés csütörtökön reggel 6 órakor kezdődött. Voltak tárgyalási időpontok, de érdemi tárgyalásokra sajnos azt kell, hogy mondjam, csak szombaton kerül sor. És ez értendő az egész bértárgyalásunkra, amit tavaly november 9-e óta indult el, és a szakszervezet az értetetlen az előtt, hogy egyszerűen nem volt meg az a konstruktívás a munkáltató részéről, hogy érdemben elmozduljon. Mi egészen addig fogadtuk ezeket az ajánlatokat, megtettük mi is a bérkövetelésünket, ugye mostanában mi már sztrájkkövetelés, és emellett viszont meg kell említenem, hogy egy óriási tömeg támogat minket. Most már egy ilyen tájékoztató gyűlésen 4-4500 ember jön ki, és buzdít minket arra, hogy ne adjuk fel, menjünk előre, és az ő érdekeiket támogatva vigyük ezt a bérmegállapodást tető alá, és egy olyan bérmegállapodást, ami megbecsüli végre a munkás embereket itt nálunk. Hétfőn a vállalat azt az ajánlatot tette, hogy az idei évtől 18%-os, de minimum 75 000 forintos alapbéremelést tesz. A várható béren kívüli juttatás keretét 300 000 forintra csökkenti. Ezt az ajánlatot a tárgyaló delegáció nem fogadta el. Sajnos hosszú-hosszú napok teltek el addig, ameddig végre legalább eljutottunk odáig, hogy a munkáltató a mi struktúráját követte, a mi szájkövetelésünknek a struktúráját követte, és egy olyat tudott letenni az asztalra, hogy végre az almát az almával össze tudjuk hasonlítani. Ám bár azt kell, hogy észrevegyük, hogy mindig ott tartunk, hogy egy kockába, ha beledobálunk sok-sok dolgot, és többször megrázzuk ezt a kockát, ugyanaz fog kijönni belőle, tehát sajnos az ajánlatok mindig azt tükrözték, hogy markáns elmozdulás nem volt az irányunkba, és így nehéz lesz megállapodnunk. A termelés kiesés miatt hétfőn leállították a gyártást az Audi központi üzemében, a bajorországi Ingolstadtban, mert hiányoznak a Győrben készített motorok. Mi nem szerettünk volna idáig eljutni, ezt maga a helyzet szülte, mi minél előbb meg akartunk volna állapodni, erre lehetőségek megvoltak, de sajnos a tárgyalások nem vezetnek még mindig megállapodásra. Ami viszont sajnálatos, hogy a munkáltató azért próbálja presszionálni a munkatársainkat. Személyes elbeszélgetésekkor elhangzanak olyanok, hogy nem szeretnék, ha tovább folytatnák a sztrájkot, mert ők mekkora kárt okoznak a vállalatnak, és ezzel próbálják meg elbizonyítani a kollégáinkat, ami viszont olaj volt a tűzre egyébként, mert ezekre a tájékoztató gyűlésekre, amiket szervezünk a gyártelepén belül, egyre nagyobb tömegben jönnek ki az emberek, tehát olaj volt a tűzre. Amennyiben a tárgyalások eredménytelenül zárulnak, akkor az Audi Hungária független szakszervezete elképzelhetőnek tartja az eredetileg egyhetes sztrájk folytatását is.